árturka. De ha pontosan akarunk fogalmazni, árturka. Ugyanis az árt, ugye az a művészet, és a köznapi használatban igencsak elterjedt, főként a hölgyek körében a turkáló elnevezés kapcsolódásával keletkezett kifejezés, amely városunkban kissé torzultan árturkaként épül be a köztudatban. Mert bizony beépül. Ez az első fontos megállapítás, mármint hogy egyre több ember tudja, hallott ezt a kifejezést, mind pedig az eseménynek, mind a kifejezésnek meglehetősen rövid a története. Tavaly szervezték meg először városunkban ezt a rendezvényt, melynek ötletét a Kiskunfélegyházi Képzőművészeti Egyesület tagjai adták arra nézve, hogyan lehet nívósabb művészetet közelebb vinni a város polgáraihoz. A gondolatot tett követte, és a lakótelep szélén levő Interspar mellett üresen álló üzlethelyiségbe szeptember végén beköltöztek a félegyházi alkotó műveikkel, munkáikkal. Ami sikert követte ezt a rendezvényt, arra talán még a legoptimistább szervezők sem gondoltak. Minden tovább fokozódott a tavalyi advent időszak második árturkája alatt, amely itt, ebben a helyiségben volt. De lépjünk túl azon a tényen, hogy ezen alkalmakkor viszonylag olcsón lehetett eredeti vázlatokhoz, félig kész rajzokhoz, vagy éppen kérlelt alkotásokhoz jutni, az idő folyamán egy egészen más irányt vett a rendezvény, mégpedig a közösségi lét egyfajta sajátos megélését. Gondolom sokan emlékeznek még az itt töltött kellemes percekre, órákra, a forró teákra, a forralból illatára, a kazallóval lobogó tűzre, a pattogó falságok piros lángnyelveire, vagyis azokra a hamisítatlan harmóniát és békét sugárzó diófánokra, estékre, de mondhatnám délelőttöket is, melyek váltak azokra, akik tavaly ilyen tájt betértek ide. De az egy hónapos sikert követte az az igény, hogy baráti beszélgetésekre, egy-egy teára, filmvetítésekre, zenei műsorokra betérhessenek a hollókör tagjai és barátaik, vagy épp ismeretlen ismerősek. Így lett az Arturka rendezvény lényegében egy helység, egy találkozási pont megjelölése is. Többször hallottam az idők folyamán a felszólító mondatot, menjünk az Arturkába. Lényegében egy kellemes baráti összejövetelre, beszélgetésre invitálta azokat, akik éltek a lehetőséggel. És most, kedves jelenlévők, itt vagyunk a soron következő, harmadik ilyen jellegű nyitórendezvényen, ahol nem kevesebb, mint 33 városunk és környékbeli alkotó kínálja a legkülönfélébb technikákkal készült alkotásait, műveit, vázlatait, tárgyait. Elsősorban az 50 esztendős Holló László kézműművész kör, néhány barátjuk, fiatalok és idősebbek, festők és grafikusok, kerámikusok és ikonkészítők, látványelvűséget fogadók és nonfiguratív alkotók, minden eddiginél többet. És hogy mi minden látható itt, azt szinte fel sem lehet sorolni. Könnyed vázlatok, grafikák, melyek a legkényesebb ízlést is kielégítik, finom bravúros akvarellek, markáns és oldottabb olajfestmények, légies pasztellek, szigorú ikonok, lágyvonalú kerámiák, érdekes plasztikák, megtökkentő fafaragások. A széles technikai kínálatnál csak a témák sokoldalúbbak. Tájképek, részletek, portrék, alakok, állatok, csendéletek, szimbólumok, mondhatni szinte minden. Akár vásárlási láztól űzve, vagy akár csak szemlélés okán térve valaki, a cél egyre markánsabban rajzolódik ki. Érezze jól magát, ragadja üstökön a rohanó időt, üljön le néhány percre. Igyon meg egy teát a kandalló mellett, és hagyja a látogató, hogy a sok műalkotás hangulata a lágyat betelítse. Beszélgessen egy jót az itt lévő alkotókkal, vagy a betérő barátokkal, ismerősökkel. Higgyék el, kedves jelenlévők, korunk egyre tagadottabb világában,
szinte a legtöbbet kínálják itt a hölgynek. Békességet és harmóniát. Megfűszeredve szép vagy érdekes alkotásokkal, beszélgetésekkel, kellemes hangulattal, hogy aki innen kimegy, az mindenképpen emelkedett lélekkel tegye. Kedves jelenlévők, ez nem egy szokványos kiállítás megnyitója. Ez valami egészen más. Hadd nevezem inkább ajánlónak. Mert ajánlom minden Félkházi polgárnak, hogy az elkövetkezendő időszakban ugorjon be akár néhány percre is ebbe a helyiségbe. Ebbe a helyiségbe, ahol néhány ember már évek óta azon dolgozik, hogy a város lakóinak kínáljanak valamiféle minőségi művészetet, közösségi létet és egy helyet, ahová jó elmenni, ahol jó tartózkodni. Ez egy jól nyomon követhető folyamat, többféle rendezvénnyel az esztendők alatt. Hiszen gondoljunk csak a miénk itt a térre, vagy a koronás kiállításokra, vagy a kilakadt galériákra, és a legutóbbi rendezvényekre, az ártókákra. Ugyanazon szellem, ugyanazon erő hozta őket létre. De ha már említettem és felsoroltam ezeket a rendezvényeket, még egyről kell szólnom, mert beillik ebbe a sorba. Tőlünk néhány méterre, a Kadinci utca 2 szám alatt ugyanaz a szellem létrehozta az Alvó galériát. Amíg itt hangosabb a helyiség és pezseg az élet, ott a csend az uralkodó. De oda is be kell menni, körülnézni a csendbe, befogadni a harmóniát. Különösen így az esti órákban van nagyszerű hangulata annak a helyiségnek, és amíg betekintenek a kirakatok át, nyilvánvalóvá is válik, hogy miért. Szóval ajánlásom minden olyan helyre szól, kedves jelenlévők, ahol a béke és harmónia, a csend és a nyugalom rendi körül a mai zaklatott, ideileg megtépázott embereket. Ezért különösen és nyomatékosan hívom fel figyelmüket erre a mai rendezvényre, erre a helyre, jöjjenek el úgy is, hogy nem egy protokollális eseménye, mint amilyen a megnyitó vannak jelen, hanem merítkezzenek meg az itteni kellemes hangulatban, harmóniában. Ezen gondolatokkal köszöntök Önöket a mai estén, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Köszönöm szépen! Jó nézelődést kívánok a jelenlévőknek!